valaki még meg. Jó, szuper, örülök neki. Ha ide állok. Halló! Jó. Talán még egy kicsit így föl is. Így? Jön-e? Na, azt gondolom, hogy szerintem kezdjük. Attila, akarsz felszólítani a kezdésre? Mert akkor szerintem kezdjük el. Arra vigyázz, hogy rótomban ne bukjál föl. Nem biztos. Kedves közönség, itt a helyszínen és az internet vonalain át, aki követ minket. Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel. A Kulin György Csillagászati Szabadegyetem 2022 tavaszi szemeszterének nyitó előadásán, amit hát én magam vállaltam föl. Ugye Kis László vagyok, a Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ főigazgatója, és azon belül is a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutató professzora, meg még az MC elnöke, meg még talán a kiskutya füle is. Ugye az előadásnak a téma választását az adta, hogy ez egy ilyen levegőbe lógó dolog, már egyrészt, másrészt pedig hát voltak különböző előadás töredékeim ehhez a témákhoz, amiket így összeraktam most. Tehát akik nézik az élő csillagászatot, azok egyrészt rossz emberek nem lehetnek, másrészt némelyik ismerős lesz belőle, de ez olyan, mint, egy jó téma az olyan, mint a bor, azt lehet érlelni, sőt kell érlelni, az ember gondolkozik rajta, ahányszor előadja, mindig rájön utána valamire, hogy jó, azt még úgy is lehetett volna valójában mondani, tehát én bízok abba, hogyha még a szlájdok relatíve ismerősek is lesznek némely, akkor is talán tudok a szöveggel újat mondani. Nem tagadom, hogy ezt az előadást ma már előadtam egy felekkora volumenben, a Fazekas Plus Fesztivál gimnáziumi verziójában, de ott fele ennyi szlájd is volt, tehát tulajdonképpen a mai nap ez egy ilyen crescendo, aminek a kicsúcsosodása itt a Polaris Csillagvizsgáló és előadás, Facebook streamelt előadás formájában. Mindenkit, főleg most itt a Facebookos nézőkkel, és később az a YouTube-on, akik megnézik ezt a felvételt, azoknak a figyelmébe ajánlom a Magyar Csillagászati Egyesületet, amelynek a tevékenysége ugye sok mindenre kiterjed, és ha van a nézőink között, aki még nem tagja a Magyar Csillagászati Egyesületnek, az ő tagságát mi nagy szeretettel megköszönnénk, hiszen tagjaink támogatásából adjuk ki az online felületeinket, tartjuk fönn a honlapjainkat, a Facebook oldalainkat, a csillagászat.hu híroldalt, adjuk ki a nyomtatott kiadványainkat, a Meteort, a Csillagászati Évkönyvet, tartjuk fönt a Polaris Csillagvizsgálat, illetve a Csillagtanyát Lovasberényben, szervezzük meg az éves találkozóinkat, akár az országos találkozóra gondolunk, akár a szakmai kisebb rendezvényeket az országban különböző helyszíneken. Ezek tagjaink támogatása nélkül soha nem valósulnának meg. Másrészt még így az elején szükséges elmondanom, hogy ezt az előadást már én támogatottnak tekintem, egy Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal mecenatúra projektje által is, amely ebben az évben arról szól, hogy kutatók és civilek fogtak össze a természettudományok népszerűsítéséért. Ez a csillagok alatt, egy hét a csillagok alatt, itt most egy év a csillagok alatt projektnek az eseményei zajlanak, ennek az előkészítései történnek most. A Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ vezeti ezt a projektet, a Magyar Csillagászati Egyesület a civil szervezet benne, illetve az egyetemi oldalról a Szegedi Tudományegyetem csillagászai dolgoznak ebbe bele. Ennek is több aktivitása lesz majd az év során, és én ezt a mai előadást hozzásorolom ezen projekt tevékenységéhez is. Ennyi krediteket felsorolva, és még egyszer biztatva minden nem MCE tag videó nézőt a Magyar Csillagászati Egyesület támogatására, zárójel égbolt.mce.hu oldalon, ez kártyás tagdíjfizetéssel megoldható rendkívül gyorsan és könnyedén. Rá is térnék a ma esti témára, hol van mindenki, a Fermi paradoxonról és a Földön kívüli élet lehetőségeiből. Ugye, miről lesz szó, ugye szoktam ezt így mutogatni, miről lesz szó, hát a legfőbb üzenetémről bármit is kivetítenék, azt szeretném, hogyha a következő nagyjából 85 percben egy kicsit elfelejtenénk a külvilágot. Azért vegyük észre azt, hogy manapság a közbeszédet nem a földön kívüli élet uralja, van elég problémánk itt a földön, közvetlen környezetünkben és saját magunk környékén is, globális környezetünkben, és én azt szeretném, hogyha a következő szűk másfél órában egy picikét fölnéznénk az ég felé, és elfelejtenénk egy hangyányit, legalább azokat a sötét árnyakat, amelyek ránk vetülnek ezekben a napokban, ezekben a hetekben. Ezért aztán a mai este 3 fő témát fog körbe járni, mindegyik elég egzotikus. Hol van mindenki? Fermi paradoxonnak szokás hívni, én ezt egyszer iskolásoknak lefordítottam Fermi rejtére, aztán úgy hagytam, most egy rejtély vagy paradoxon, tök mindegy. Ennek a kérdéskörnek a körbejárása után a naprendszeri élet lehetőségeiről próbálom meg összeszedni azt, amit az elmúlt hónapokban, években olvastam, és aztán ez lekondenzálódott valamiféle tudásként a fejembe. És az exobolygókról nagyon sokat beszéltem itt a Polarisban is, meg a Facebook streamjeimen is. Itt most tényleg csak a lakhatósággal kapcsolatban néhány kérdést fogok majd körbejárni, nem túlzottan hosszasan. Első téma az ugye a Fermi paradoxon, ugye hol van mindenki, szépen a galaxis, mindenféle UFO lények, hol van mégis mindenki. Ugye erről egy Stephen Webb nevű a brit asztrofizikus már 2002-ben írt egy könyvet, ez a If the Universe is Teeming with Aliens, Where is Everybody? 75 Solutions to the Fermi Paradox, ugye gyakorlatilag 75 különböző megoldás a Fermi paradoxon. De még egyszer ezt 20 évvel ezelőtt már megírta. Aztán 2015-ben rájött a fickó, hogy annyi minden dolog történt a csillagászatban, például az exobolygóknak a kiteljesedése, meg egyébként más területeken is, hogy újraírta, és egy második bővített kiadást adott ki 2015-ben. Én már több embernek emlegettem, hogy ez egy nagyon jó könyv, ezt Amazonon én megvettem e-book formában, ott van a telefonon, bármikor előveszem, egy magyar kiadást szerintem megérdemelne, és könyvkiadóknak én ajánlom, most ha van egy könyvkiadó a nézők között, én nagyon javaslom ennek a lefordítását és ennek a kiadását megfontolni, mert egy nagyon jó könyv, Stephen nagyon jól ír, és ezt a területet is nagyon jól feldolgozza. Fermi paradoxonban, ugye a paradoxon az a látszólagos feszítő ellentmondás, Fermi pedig Enrico Fermi nevére vonatkozik, aki egy olasz származású, élete végén már amerikai elméleti és kísérleti fizikus volt, aki 1938-ban fizikai Nobel-díjat is kapott a mesterséges radioaktivitás és az uránon túli elemek felfedezéséért. De közben ugye a neutrinókat is ő találta ki, hogy lenniük kell a neutron bomlásnál, proton, elektron, és még hiányzott valahol a impulzus momentum, és akkor föltételezte, hogy lennie kell még egy részecskének, ugye ez lett a neutrino, meg mindenféle mással, és ugye a fermionokat, a statisztikus fizikába tett le rengeteg dolgot, és itt ezen a képen lehet látni, itt távol előtt egy vigyorgó ember. Ugye, ő maga nyilatkozta azt, 53 évesen halt meg 1951-2-ben az Egyesült Államokban, tehát ha még 30 évig él, akkor rengeteg más dolgot is felfedezett volna. Ugye a egyik nyilatkozatában egyszer azt mondta, hogy hát ő bármely probléma, fizikai problémáról 2-es szorzón belüli faktornyi megoldást pár papírlapon bármikor megtalálja. Ugye aztán a pontos numerikus tényező ott a 2-es szorzón belüli faktor, az pontosan mennyi, az lehet, hogy egy fizikusnak egy éves munkába beletelik, de az őt már nem érdekli. Tehát őt a nagyságrendi fizika érdekelte. Nagyon, hogy hogyan lehet dolgokat kitalálni, hogy egyszerű alapelvekből levezetni, mondjuk így alapelvekből valamiféle eredményeket. 1950-ben New Yorkban eltűntek a kukák az utcákról. Valami furcsa események folytán, ugye nagy város, sok szemetet termel, azokat a kukák összegyűjtik, akkor jön a kukás autók, el lehet énekelni, mit szállít az autó, kukát, kukát, mit szállít az autó, kukás autó. Na, és lényeg az, hogy eltűntek a kukák, és a New Yorker magazinnak a karikatúristájánál is elérte az inger küszöböt ez az esemény, hogy New Yorkban tűnnek el a kukák, a szemetes kukák, és rajzolt egy ilyet, hogy biztos az UFO-k lopják el a New Yorki kukákat. Ez a karikatúra eljutott Los Alamosba is, ahol akkoriban Teller Edével és többekkel dolgozott ugye Fermi. Én elmondtam az előbb még a Fermi felvezetésben, hogy ugye az első nukleáris reaktor Chicagóban is ő építette meg, tehát az első atombombázis, az első hidrogénbombázis Teller Edével rendtentő sokat tett hozzá atomi és részecske fizikához. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy 1950-ben Los Alamosban dolgozva, és Teller Edével és társaival beszélgetve azon elmélkedtek, ha már itt vannak az ufók és lopják a New York-i kukákat, akkor tulajdonképpen hol van mindenki? Miért nem látjuk őket? És ilyen egyszerű alapgondolatokból indult ki, hogyha azt mondjuk, hogy vannak technikai civilizációk, amelyek képesek a csillagközi térbe kilépni, mondjuk csak azt, hogy fénysebességnek az 1/1000-ével terjednek. Akkor 1000 év alatt 1 fényév, 1 millió év alatt 1000 fényév, 100 millió év alatt 100 000 fényév, a tejút rendszert is képesek belakni. A 10 milliárd éves, több mint 10 milliárd éves univerzumban, ha vannak technikai civilizációk, amik terjednek, mint a pestis, vagy mint a koronavírus, azoknak már rég át kellett volna keveredniük, össze kellett volna keveredniük a csillagokkal és a bolygókkal. Tehát ha vannak ilyenek, akkor már rég itt kellene, hogy legyenek. De nincsenek. Maximum a kukák lopkodják New Yorkba. És ez a Fermi paradoxonnak a lényege, hogy elemi megfontolásokból az jönnek ki, hogy igazából minden nap kéne más UFO lényt üdvözölnünk itt a Földön, és nem tesszük. Miért van ez? Miért nem találjuk az idegen lényeket? Ugye 10 évvel később Frank Drake egy rádiócsillagász konferencián megfogalmazta azt a híres egyenletét, amit Drake egyenletnek szoktunk hívni, ami egy szorzat. Ugye nem akar az ember az ilyen képleteket, főleg este 7 után már elmagyarázni, akkor ott bukik le az összes fej, aki addig még figyelt. Ugye szoktam mondani azt, hogy minden egyes képlet megfelezi egy könyvnek az olvasótáborát, tehát 10 képlet után 1000 részére csökken egy könyv olvasótábora, ugye 2/10-én az 1024, illetve minden egyes képlet megduplázza az éppen lebukó fejek számát, akik ott alszanak el. Ugye a Drake egyenletnél a lényeg az, hogy a bal oldalon egy szám, egy N betűvel jelölt szám, a jelenleg velünk kommunikálni képes technikai civilizációk száma tejútrendszerben. Tehát ez egy szám. A jobb oldalon pedig különböző tényezőknek a szorzata van. És ez a szorzat, ez azt jelenti, hogy ha bármelyik tag 0, akkor az összes, az egész szorzatnak a vége 0. És mondhatjuk azt, hogy a csillagászok az elmúlt 60 évben, ugye ez tavaly volt 60 éves ez a képlet, valójában ezeket a különböző tagokat rákcsálták, hogy ez most 0 vagy nem 0, és ha nem 0, akkor vajon az mennyi? Ugye a legelső számoltan az R csillag, az ugye a csillagkeletkezés per év a galaxisban, ezt tudjuk, hogy körülbelül meg. Azon csillagok aránya, amelyeknek van bolygó, az FP. Na, az exobolygók, az valójában az elmúlt 25 évben ezt az FP-t tették egyre pontosabbá ennek a becslését. De már a következő, az olyan bolygóknak a száma, amelyek képesek ökoszisztémát fejleszteni, erről még jelenleg semmit nem tudunk. A James Webb-el esetleg erről már majd valamit tudunk számszerűsíteni. A következő azon bolygók aránya, ahol élet képes kialakulni. Az élet kialakulási valószínűsége más szóval. Ugye jelenleg erről semmit nem tudunk. Ugye erről majd később egy kicsit többet is fog beszélni. Aztán azon bolygók aránya, ahol intelligens élet képes kialakulni, azon bolygók aránya, amelyek képesek csillagközi kommunikációt kifejleszteni, és aztán az egész a civilizációnak az élettartama. Ugye ez is egy fontos paraméter, ha mi 200 év alatt kiírtjuk magunkat, akkor süthetjük magunkat, nem max. 200 fényévig eljut a hírünk, és aztán majd mindenki meggyászol minket, hogy jó volt az a bolygó, még nem jött egy Vladimir, és aztán el nem törölt az egészet. Tehát a lényeg, hogy valójában ez a szorzat, a Drake egyenlet, ez egy nagyon kritikus dolog, mert ha bármelyik tag 0, akkor az egészet süthetjük. És jelenleg azzal, hogy van a Földünkön egy darab élet, hát ez megnehezíti a dolgoknak a megbecslését. Sokak szerint ezek az optimisták, ez az N akár az 1 milliót is elérheti itt a tejútrendszerbe. Én azt gondolom, hogy valahol a 0 és az 1 millió között lehet a valóság. Lehet, hogy 1, lehet, hogy 10 000, a fene se tudja, jelenleg még. És Stephen Webb körbejárja nagyon jól. 300 oldalas könyv, azt $25 vagy 50, nem olyan drága valójában, Amazonon meg lehet venni. 3 különböző megoldás családot vázolt föl. Ezeket nem fogok végigmenni a 75 különböző megoldáson, csak ezeket a megoldás családokat szeretném bemutatni, és egy-két érdekesebb megoldást kiemelnék. Ugye a legelső megoldás, ugye itt vannak, vagy itt voltak. Tehát nincs paradoxon, mert itt vannak valójában. Ugye they are here and they call themselves Hungarians. Tehát ugye itt vannak az idegenek és magyaroknak hívják magukat. Ugye ez arra vonatkozik, amit Marx jön is, ugye a marslakók, ugye a 20. század közepén a nagyhatású magyar fizikusok, akik felforgatták az egész világ menetét, ugye ez annak a legendának a továbbélése. A 2. megoldás is kicsit hasonló, they are here and they call themselves politicians, tehát hogy itt vannak és ők a politikusok. Tehát ugye ezzel kapcsolatban egy darab illusztráció, amikor Zuckerberg megnyugtatta az internet népét, hogy ő nem gyíkember. Tehát ez a megoldás család, még egyszer, hogy itt vannak, vagy itt voltak, ebbe szerintem senki nem hisz igazán komolyan. Ezek ilyen, de vannak tényleg nagyon érdekes elméleti összefoglalás, ugye planetárium, hipotézis, mi csak látjuk kint a világot, és ez nem is a valódi világ, ezek a Matrix hangulatú elképzelések, ezekre egyikre sincs igazából empirikus bizonyíték, de ezek mind különálló, létező, de vagy, mármint a jobb oldali. Tehát ténylegesen, hát ezek létező, tehát nem lehet elvetni teljesen, hogy ezek megoldásai, de ezek egy megoldás. Ez egy egyértelmű megoldás család a Fermi paradoxon kapcsán. A második megoldás család, amit szépen körbevesz Stephen Webb, az az, hogy léteznek ezek a technikai civilizációk, de még nem látjuk, vagy nem halljuk őket. Ugye ennek kapcsán is ugye többféle megoldás, ezek mind-mind különböző megoldások. Például itt a 25-ös megoldás, ők adják a jeleket, de mi nem tudjuk, hogy hogyan hallgassuk. Mivel csak gravitációs hullámokkal adják nekünk a jeleket. Ugye most mi nem vagyunk képesek értelmes lényeg gravitációs hullám jeleit detektálni. Lehet, hogy során leszünk rá képesek, de ki a fene mondta azt, hogy pont ilyen rádiótávcsövekkel kell keresni őket. Ugye ez az a terület, aminek ugye itthon a nagy öregje, tényleg a klasszikus dohány szó itt használható Almár Ivának kezdve SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence-el évtizedeket foglalkozott, én ezzel a területtel egyáltalán nem foglalkozom, tehát éppen csak földobok pár szlájdot, ami mutatja azt, hogy a rádiócsillagászok, a Drake egyenlet publikálása után ezt komolyan vették. Ugye az OZMA kísérlet elkezdődött, aztán ugye maga Arecibo is rengeteget figyelte a közeli csillagokat, meg a különböző dolgokat, aztán ugye ha megnézzük, hogy most hol tartanak a rádiócsillagászok, hogy Arecibo az összedőlt, az már nem működik, de a kínaiaknak van egy 500 méteres nagy rádióantennájuk, amivel azért már a közeli csillagokat értelmes dolog lehet fülelni, de milyen frekvencián? 92-t, Juventus, tehát nem tudjuk valójában. Senki nem mondta, hogy ők is a 92-t Juventus frekvencián, vagy nem tudom most, hogy milyen rádió, hogy ott adnák, ott kommunikálnának egymással, tehát egyáltalán nem biztos, hogy jó frekvenciákon keresünk. Az biztos, hogy a csúcs technológia, vagy csúcs technika ezen a területen most a kínaiaknak az 500 méteres vacka, illetve a még jelenleg megvalósulás előtt álló square kilométer array, ami ugye Dél-Afrikában és Ausztráliában épül, és 1 négyzetkilométernyi rádióantenna felület lesz összekapcsolva egy ilyen hatalmas rádió interferométerbe. Ez maga is egy ilyen $1 milliárd projekt, nincsen még befejezve, de aktívan zajlik a dolog, a fejlesztés, elképzelhető, hogy a rádiócsillagászok nem 60 év után, hanem a 80 év után fognak valami értelmes jeleket találni. Nem tudjuk, és hát Stephen Webb is azt mondja, hogy hát lehet, ezek is megint csak valid megoldások, nem lehet kizárni, hogy egyszer rossz frekvencián keresünk. És a harmadik megoldás család, ami ugye 75-ből az 51-nél indult, tehát 25-25-25-ös csomagban van valójában összegyűjtve a 3 megoldás család, az arról szól, hogy valójában nem léteznek. Azért nem találkozunk senkivel, mert valójában nem léteznek az idegen lények. Ugye itt vannak ilyen megoldások, hogy az, hogy az universe is here for us, hogy az univerzum csak nekünk alkalmas, vagy mit tudom én, az élet csak mostanában alakult ki. Ki mondta, hogy 10 milliárd évvel ezelőtt már el kellett kezdeni. Lehet, hogy csak most, amikor most beszélünk, kellett az első 8 milliárd év, hogy kialakuljon a nap, és aztán kellett a második 4 milliárd év, hogy kialakuljon az értelmes emberiség. ugye sziklás bolygók ritkák, vizes megoldás, mindenféle dolgokat itt megfogalmaz, the galaxy is a dangerous place, tehát ténylegesen az univerzumban nagyon sok olyan folyamat van, ami képes sterilizálni éppen kialakuló életterekkel bíró bolygókat. Ugye ő egy kérdéskört nagyon részletesen körbejár, az élet keletkezésének a ritkaságát. Tehát, hogyha az ember tényleg belegondol abba, hogy mi, hogyan él, milyen élet ez a földi élet, hogy ez a RNS, DNS genetikai kódolás, ez egy hihetetlenül komplikált kódolás, egy nagyon bonyolult dolog. És hogy ennek a véletlenszerű kialakulási valószínűségét, hát ezt igazából senki nem tudja megmondani. Én egyszer-kétszer beszélgettem Szatmári Józs evolúcióbiológussal ezekről a kérdésekről, és hát nekem emlékeim szerint a leghatározottabban nem tudott semmit sem mondani, de azt mondta, hogy hát ezeket hogy nem tudjuk kiszámolni, de hogy annyira komplex ez a kettős spirál, a dezoxiribonukleinsav, az RNS-ek, különböző fehérjék, hogy összerakodnak, és akkor tovább, hogy két sejt találkozik, és akkor 50 évvel később itt van egy ilyen hájas pacák. Tehát ez egy nagyon komplikált dolog. És valójában nem tudjuk, hogy mi ennek a kialakulási valószínűsége. Egy darab megfigyelési pontunk van, a Föld. Innentől kezdve ez lehet egy random, egy lottó 5-ös, egy kozmikus lottó 5-ös, itt a Földön összejön. Lehet ez egy annyira ritka esemény, hogy 14 milliárd év alatt az összes galaxis összes csillagát, összes bolygóját összefelszorozunk, akkor is csak egy helyen a Földön jött létre. És nem akarom lelőni a könyvnek a poénját, vagy a könyvnek a konklúzióját, de valójában Stephen Webb erre hajt. Mondjuk ő nem evolúcióbiológus, ő asztrofizikus, de mégis ő azt mondja egyszerűen, ha az ember belenéz a molekuláris, meg atomi szinten, hogy mennyire bonyolult a földi életnek a menete, a fejlődése, nagyon ritka, nagyon kicsi esélyűnek tűnik az, hogy ez magától létrejön. Az intelligens tervezésbe már bele sem mennék, mert akkor az intelligens tervezőt kitervezte, de hogy egyszerűen, hogy ez szerint ez egy nagyon kis esélyű esemény. És innentől kezdve válik egy empirikus tudós számára, mint amilyen én is vagyok, a megfigyelési oldalról megpróbálni, megtámasztani a témát, mert hogy elméleti dolgokat mondhatunk ítélet napjáig. De próbáljuk már meg azt, hogy tudunk-e a Föld mellett egy második pontot találni az élettel kapcsolatban, ahol van valami. Mert akkor már ez a élet kialakulási valószínűségére egy számot hozzá tudunk rendelni. Nem 0, hanem 0,002. De ha már van egy nullától különböző kialakulási valószínűség, akkor ha azt felszorozunk az összes csillag összes bolygójának a számával, akkor bizony kapunk adott esetben egy értelmezhető számot. Hogy mondjuk a tejútrendszerben van 20 000 bolygó, ahol lehet élet most jelenleg is, vagy van élet jelenleg is. Itt van egy ilyen csicsapicsa kép a Google Images-ben, ez nem annyira érdekes, meg van egy ilyen nagyon hülye, gusztustalan túlszínezett Carl Sagan idézet, ami nem is biztos, hogy ő mondta, hogy én nem hinni akarok, hanem tudni. Hát tényleg hinni a templomba kell, a tudósok pedig tudni szeretnének, tehát kell próbálkozni az élet kialakulási valószínűsége kapcsán, körbejárni, hogy na de mégis mit tudunk erről ezzel kapcsolatban mondani. És akkor itt térnék rá az előadásnak a második témájára, a naprendszeri élet lehetőségre, vagy naprendszeri aspektusokra. Ugye a naprendszer szépen mindenki ismeri, kőzetbolygók, Merkur, Vénusz, Föld, Mars közel, aztán jönnek a kis égitestek a Főbe, aztán a gázbolygók, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. Ugye maga a Hold, a közvetlen égi kísérőnk, az élet szempontjából nem nagyon izgalmas, ezt meg kell vallani teljesen őszintén. Néha van rajta élet, de azt tipikusan mi küldjük oda. Ami érdekessé teszi, az inkább az, hogy tudunk-e itt esetleg lábat megvetni, bázist kialakítani. Ez a holdi víz az egy érdekes kérdés. Hát ilyen vizek nincsenek a Holdon. Ugye inkább a szokásos, amit szoktunk mondani, hogy a déli pólusvidék krátereiben van néhány, ahol soha nem süt be a nap. Már akkor ott esetben milliárd évek óta nem sütött be a nap. Ugye a legklasszikusabb pontosan a pólusra levő Shackleton kráter, aminek a mélyén tudjuk azt, különböző neutron spektrométeres mérésekből, hogy ott az a kék, az hidrogént jelent, és az tipikusan a vizet jelenti, a víznek a nyomjelzője. Már 98-ban Lunar Prospector megbecsülte a hidrogén eloszlását, és ezt vízproxiként használva, és született egy ilyen becslés 25 évvel ezelőtt, 3 milliárd tonna, az 3 köbkilométernyi víz. Ugye a teljes emberiséget, ha ledarálnánk ilyen nagy tartályba, akkor az egy olyan fél köbkilométer lenne, bocsánat a ronda képén, ugye ez egy olyan 6-szor annyi. Meg ha jól emlékszem, talán a Balatonban van ennyi víz, tehát ez egy ilyen nagyságrendileg ez az a vízmennyiség. Nem olyan nagyon sok, de ha akarunk holdbázisokat, akkor ezt szépen ki kell aknáznunk. Itt vannak ilyen szép fantázia rajzok. Fantázia rajzokkal Dunát lehet rekeszteni, sőt még holdat is be lehet tapétázni, de itt is lehet látni, hogy valami csövön jön valami valahonnan. Remélhetőleg nem a barátság olajvezetéken jön a földgáz, hanem a barátság vízvezetéken jön a Shackleton kráterből az olvadék, hogy aztán az a holdbázis ott elműködjön. Tehát a hold közel van, az űrtechnológiákat tudjuk rajta tesztelni, de ott nem fogunk életet keresni. Nyilvánvaló a Mars a fő központi érdeklődésnek a helyszíne, ez a jelenleg élettelen kő sivatag, és azt, hogy mennyire érdeklődik az emberiség a Mars iránt, jól mutatja azt, hogy 96-tól 2021-ig, tehát az elmúlt 25 évben az aktív Mars missziók száma a Mars bolygó körül. Tavaly már 11 működő, egyszerre egy időben szimultán működő Mars szonda volt, akár orbiterként Mars körüli pályán, akár lent landerként a kisautóval görögve jobbra-balra. Tehát ténylegesen nagyon nagy az aktivitása, és akkor itt lehet látni, hogy a évtizedenként a föllövések, 60-as években ment egy csomó, 70-es években, és aztán 80-as évek leálltak, aztán tovább is, tehát 11, 11, 2, 8, 8, 6, 3, jöttek azért. Tehát a helyzet az, hogy a Mars az folyamatosan az érdeklődés keresztüzében állt. Ugye a legutolsó ilyen nagy Mars szonda, az ugye az amerikaiaknak a Perseverance volt, amit ugye 20 végén indítottak el, és 21 nyarán érkezett meg a Marshoz, és hát azóta a Jezero kráter mellett guringázik, és tulajdonképpen sok mindent csinál, de a fő célja az mégiscsak egykori életjelek keresése. Tehát nem most aktív életformák jeleinek a kimutatása, hanem annak a megvizsgálása, hogy azon az agyagos talajnak látszó környezetben 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt kialakult-e az élet. Ugye jól tudjuk azt, ott az ott még integet is, szia, ugye jól tudjuk azt, hogy a most tényleg élet számára rendkívül barátságtalan bolygó. Elon Musk hiába mondja azt, hogy ezt majd szépen telepességgel el fogja látni, nincs légkör, nincs mágnes és tér, a gravitáció 38%-a a Földnek, tehát nem alkalmas valójában kolonizációra jelenlegi formában Mars. Régen, nagyjából 4 milliárd évvel ezelőtt félig vízzel volt borítva. Tehát hullámzó óceán, tenger volt, a tengerek, folyók voltak a felszínén, sűrű volt a légköre, de aztán ezt mind szépen elvesztette, mert nem volt elég nagy a bolygó tömege, hogy egyrészt megőrizze a globális mágneses terét, vagy hát planetáris mágneses terét, gyorsan kihűlt a belső magja, ezért aztán ugye a légköri eróziót, amit a napszél vált ki, azt nem tudta visszafogni, ugye a Földünknél. A földi mágneses tér az védi a földi atmoszférát. Úgyhogy ha nincs mágneses tér, akkor az ionizációs sugárzás meg töltött részesség képesek bombázni a felső légkört, szétszedik a molekulákat atomokra, és a hidrogén az elszökik azonnal. Tehát ténylegesen kell a mágneses tér. Másrészt eleve a szökési sebesség a Mars légkörében sokkal kisebb, mint a Földön az alacsonyabb gravitáció miatt. Tehát összességében az a értés, hogy a kis tömeg miatt a Mars elveszítette légkörét, elveszítette vizének nagy részét, ami megmaradt, az a felszín alá egy ilyen jeges krioszférába húzódott vissza. De a nyomai akár recens, tehát jelenkori sárfolyásunk is azért megvan. Ugye Keresztúri Ákos ennek a témának itt a nagy tudora, akik ténylegesen a -50 fokos sarat is képesek megfolyatni elméletileg, hogy lássuk ezeket a szép formációkat, de mind-mind olyanok, amik kiszáradt folyómedrek, tómedrek, és maga a Jezero kráter és ez a kifolyás, ez az anyagos terület, ahova Perseverance is leszállt, tényleg ez olyan, mint a Dunának a delta torkolata a Fekete-tengerbe. Tehát ez, ha 4 milliárd év ezelőtt volt hely, ami alkalmas volt életre, akkor ez a hely volt. Tehát ez egy jó környéknek tűnik. hogy a Perseverance most is végez méréseket, de szerintem a nagyobb hatáshoz az lesz, hogy vesz föl mintákat, ezeket a mintákat lerakja, és majd 10 év múlva valamilyen rakétával menni fog egy európai Mars szonda, ami majd remélhetőleg felszedi ezeket a mintákat, és a 30-as évek közepén visszahozza a Földre. És ugye 12-3 év múlva már a földi laborokban meg tudjuk vizsgálni azt, hogy tényleg volt-e élet a Marson. Mert már ez magába, ha volt, akkor az egy második pont. És ugye ezt szoktam mondani, ilyen matematikai hasonlat. Amíg egy darab pontunk van itt a Földön, akkor a lehetséges világmodellek görbe seregei közül nagyon sok görbe egy ponton átvihető. Így görbül, úgy görbül, azon az egy ponton átmegy. Van még egy pontunk, azonnal a lehetséges világmodellek többségét ki lehet dobni a bizonyos francba. És akkor kell olyan világmodelleket megőrizni, ahol 2 pontra is illeszkedik a görbe. Ezért kell egy második hely, és a naprendszerben van esélyünk in situ helyszíni méréseket végezni. Ugye a Jupiterre tovább lépve, ugye a Jupiter és a Saturnusra tovább lépve egyértelműen a jeges holdak azok, amelyek érdekesek. A Jupiternél az Európa az, ahol, amit érdemes kihangsúlyozni, hogy akkora, mint a mi holdunk, 3500 km körülbelül az átmérője, jeges felszíne van. A jeges felszínen repedések, mint a rianások a befagyott Balatonon, és gyakorlatilag nincsenek kráterek. Ez már magába mutatja azt, hogy a felszín fiatal a naprendszerben, a kráterezettség jelzi egy felszínnek az korát. Minél idősebb egy felszín, annál több kráter van a becsapódások miatt a felszínen. Ha nincs kráter, akkor fiatal a felszín. Ha fiatal a felszín, akkor valamiből megújul. Egy jeges felszín mitől tud megújulni, ha van alatta folyékony víz. De nem csak emiatt tudjuk, hogy van jeges óceán, a jégkéreg alatt egy vizes óceán. A Galileónak a mágneses térmérése is szépen megmutatták, hogy ilyen oldott sók rendezett áramlásai kellenek ahhoz a mágneses térhez, amit a Galileo szonda kimért a helyszíni mérései során. És tudjuk azt, hogy az Európának a pályája enyhén excentrikus. Ez azért van, mert rezonanciában van az Ióval és a Ganymédesszel. Ez a rezonancia képes föntartani az ő pályának az excentricitását, tehát néha közelebb van, néha távolabb van a Jupiterhez képest. A Jupiternek változik a gravitációs árapály ereje, ezért aztán az gyurmázik folyamatosan a hold belsejével, és ezt úgy csinálják, hogy árapály fűtés. Az égitestnek a belső surlódása hőforrásokat teremt, a jeges óceánnak az alján. És hát ugye hiába akkora, mint a mi holdunk, a teljes vízmennyiség az Európán nagyjából 3-szor annyi, mint amennyi a Földön van. Tehát még egyszer, 3-szor annyi víz van ott, mint itt a Földön. Tehát víz, hőforrás, és akkor az embernek azon eszébe jutnak az extremofil őrült lények a óceáni ajzatról, amiknek nem kő napfény, nem kő oxigén a levegőből, hanem a vízből szépen kivonják, van hőforrása, ugye óceán alji repedéseknél, ahol a kőzetlemezek éppen széttágulnak, vannak extremofil lények a Földön, amelyek olyan környéken élnek, mint az Európa, az Európának az alja. Nyilván itt egy fantázia rajz, itt ilyen zöld lények, meg ilyen csótányok, meg ilyen nem tudom micsodák itt oda vannak ábrázolva, de ezért nem véletlen azért a JUICE, ami majd megy szépen a Jupiter jegesholdjait vizsgálni, a Europa Clipper amerikai szonda, és aztán a Europa Lander majd a 30-as években, mind-mind arról szólnak, hogy a potenciális életjeleket térképezzük föl a Jupiternél is. Mert lehet, hogy ott most aktív élet is. Tehát hogy mondjam, nincs olyan tudásunk, ami alapján ki lehetne zárni egyértelműen, hogy ott lenne jelenleg is aktív élet. Ezzel nem azt mondom, hogy van, csak azt mondom, hogy nincs olyan tudás, ami ezt kizárja. Tehát magyarul elképzelt. Magyarul oda kell menni és meg kell nézni. Oda megyünk, megnézzük, nyilván távirányítású autonóm robotokkal, és nem találunk semmit, tehát akkor megszívtuk, akkor így jártunk. De ameddig ezt nem nézzük meg, addig nem lehet kizárni. Ugyanezt el lehet mondani egyébként a Titán holdról a Saturnusnál. Bazi messze van, hideg van, -180 fok, de ugye ez a jobboldali kép is nagyon szép, ott megcsillan a napfénye infravörös tartomány, ez a Cassini szondának a felvétele, hogy mi történik ott. Ugye a Titán az egyetlen égitest a naprendszerben, a Földünkön túl, ahol hullámzó tavak és tengerek léteznek. Csak nem a víz hullámzik -182 fokon, hanem a metán, etán, propán, bután, ó, etám, ne nézz rám így bután, tehát szénhidrogén tavak hullámoznak a felszínen, és a légkör, tehát sokkal több szénhidrogén van a titáron, mint a Földön az összes szénhidrogén. Tehát, hogyha Putyin ezt tudná, akkor oda küldeni a rakétákat, nem Kijevre. Mert ott van szénhidrogén, amivel a Földet el lehetne tulajdonképpen látni évszázadokig. Na mindegy, ez egy lényegtelen kérdés ebben a pillanatban, nincs közgazdaságilag kiaknázható lehetőségre. Ami miatt érdekes a titán, az az, hogy a légköri összetétele az olyan, amilyennek gondoljuk a Földet a prebiotikus korszakban. Ugye jól lehet azt tudni, hogy a földi légkör mai összetételét a bioszféra nagymértékben módosította. Tehát oxigén, a ózon, a metán, azt eleve azt a tehenek pukizzák, meg befögik. Tehát mindenképpen kell a bioszféra most látható földi légköri összetételhez. A prebiotikus Földre viszont azt gondoljuk, hogy olyan, mint amilyen a titán. Olyan volt, mint amilyen most a titán. Oké, hogy döghideg van, de attól még ismerünk döghidegben élő lényeket, tehát ott is megint csak el lehet képzelni extremofileket azokban a jó kis titáni hullámzó tavakban, metán tavakban, a fene se tudja. De egy viszonylag közeli célpont mindenképpen mai technológiákkal elérhet. Oké, évtizedes projekt, de mégiscsak elérhető, és szerintem a 30-as években már nem, de a 40-es években a titán az lesz célpont adott esetben megint leszállni. Ugye annak idején a Huygens leszálló egység azért le is szállt, ez a szép képet készített, egy ilyen hideg, jeges sivatag, kősivatag, ugye itt a holdi, a űrhajósat, meg a titánnak a felszíne örült, na, szép technikai siker volt, de a részletes vizsgálatokhoz egy darab leszállás azért még nem elég. És hát akkor az apró égitestekről azért ne feledkezzünk meg. Ezért alapvetően ugye a pánspermia elméletben nem hiszem, hogy sokan hisznek. Én biztos nem hiszek, hinni a templomba kell, nincs empirikus evidencia, hogy üstökösök képesek csillagközi térben életet átszállítani, de az elmúlt 5 évben azért emlékeztetnék rá, hogy 2 csillagközi vándor is járt a naprendszerben, ugye a Oumuamua meg a Borisov üstökös. A Borisov üstökös teljesen tipikus üstökösnek tűnik, csak más csillag körül keletkezett. Tehát azért nem lehet azt kizárni, hogy nem csak szerves molekulákat szállítanak ezek az üstökös magok, hanem akár valami befagyott spórákat is. Hát ki tudjon, ilyen perverz lények keletkezhettek máshol. Tehát magyarul az üstökösöket itt a naprendszerben is azért nem szabad a szőnyeg alá söpörni életjelek nyomainak a kutatása szempontjából, ha pedig jön valami valahonnan a csillagközi térből, azt pláne meg kell vizsgálni. Tehát a Comet Interceptor az Európai űrügynökségnek a célja, ugye Imre pont abban a csapatban ottan bedolgozgat, pont azt tűzi ki célul, hogy vagy az orrfelhőből, ha jön valami a következő évtizedben, akár csillagközi térből, oda menni és mindent hozni ide-vissza a Földre. Miért csináljuk mindezt? Még egyszer aláhúzom, azért, hogy tudjunk már valamit erről a szerencsétlen kérdésről, hogy mi az élet kialakulási valószínűség. Amíg egy darab pont van, lehet, hogy az egész univerzumban mi vagyunk egyedül. És nekem ez egy nagyon depressziós gondolat. Tehát én ezt nem szeretném hinni, már csak azért is, mert ha most kipusztítjuk magunkat, és mi vagyunk egyedül az egész univerzumban, akkor hirtelen az egész univerzum élettelenné válik. Ez még depressziósabb gondolat. Ha azt mondjuk, hogy van a tejútrendszerben 20 000 bolygó még élet rajtunk, jó, hát akkor so be it, akkor öljük meg magunkat, nem, nyilván nem, de szóval nem akkora veszteség az univerzum szempontjából, hogyha mi eltűnünk, sőt, még lehet, hogy nyereség is lesz. Na, és akkor rátérnék a harmadik kérdésre ebben a témakör kapcsán, az exobolygókra, amikről megint csak az elmúlt 10 évben millió előadást tartottam itt a Polarisba is, meg MC eseményekkel, legutóbb a Jászberényi találkozón is. Nem akarom ezeket megismételni, hanem ebben a kontextusban szeretném beletenni, amiről ma este beszélek, a Fermi paradoxon, meg a Földön kívül élet keresési lehetősége. De ha a nézők közt vannak olyanok, akik nem tudják, hogy mik azok ezek a bolygók, mégiscsak muszáj valamiféle fölvezetést. Ugye 1995 Michel Mayor és Didier Queloz felfedeznek egy Jupiter tömegű társat, egy naphoz hasonló csillag körül, innen datáljuk az exobolygó kutatást, a más csillagok körüli bolygónak a kutatását. Ugye 24 évvel később a Fizikai Nobel-díj Bizottság ezt el is ismerte. For the discovery of an exoplanet orbiting a solar type star, tehát egy naphoz hasonló csillag körül keringő exobolygó felfedezésért a 2 svájci csillagász megkapta a dolgot. Örülünk. Miért érdekes ez az egész? Ugye azért érdekes, mert hogy még ráadásul 2000 óta azt is tudjuk, hogy vannak nagy számban olyan bolygók, ahol meg lehet azt vizsgálni, vagy azt lehet látni, olyan geometrikai a konfiguráció, hogy a csillag előtt időnként átvonul a bolygó, ami azt jelenti, hogy a bolygó időnként bevonul a csillag mögé. Ugye ezek a fedési exobolygók azok, amelyek az élet kutatása szempontjából igazi asztrofizikai laboratóriumok, mert ha belegondoltok, amikor a csillag előtt van a bolygó, akkor a bolygót övező légkörön átszűrődik a csillag fénye. Akkor a bolygó légköre spektroszkópiailag egy új lenyomatot hagy a csillag fényre. Ez az egyik állítás. Másik állítás. A nappali oldalra rálátunk, mielőtt közvetlenül rálátunk, mielőtt a bolygó eltűnik a csillag korongja mögött. Ha itt készítünk egy spektrumot, nagyon érzékenyet, itt készítünk egy nagyon érzékeny spektrumot a csillagról, itt csillag plusz bolygó nappali oldal, itt csillag, csillag plusz bolygó nappali oldal mínusz csillag, egyenlő bolygó nappali oldal. De a bolygó felszínéről is lehet színképeket készíteni, ilyen exobolygóknál. Random 51 Pegasi B-nél nem lehet, mert nem tudjuk szeparálni a csillagfényt, meg az exobolygóról visszavert, vagy az exobolygó légköre által elnyelt fényt. Fedési exobolygóknál viszont igen. Tehát ilyenekre van szükség akkor, amikor tényleg életjeleket akarunk keresni, mondjuk bolygó légkörökben. Ez itt egy fő cél. A Kepler űrtávcső, ez nagyon fontos, hogy erről nagyon sokat beszéltem. Itt, ami egy fő üzenet, hogy a rövidperiódusú bolygók gyakoriságát a Kepler statisztikák alapján nagyon jól ismerjük, és hát a leggyakoribb bolygó típus a tejút rendszerünkben az nem a földméretű, az is gyakori, 16% minden 6 csillag közül egynek legalább, tehát minden 6 csillag közül egynek van legalább egy 40 napnál rövidebb keringés idejű földméretű bolygótársa. A legnagyobb gyakorisága ez a nagyjából 2-4 földméretű szuperföld mini Neptunus kategória. Ilyen bolygók a mi naprendszerünkben nincsenek is. Tehát amikor más csillagok körüli bolygórendszerekben keressük az életet, nem is biztos, hogy ezeknek a bolygóknak a felszíne az érdekes. Lehet, hogyha van holdjuk az érdekesebb. Mert ezeknek a bolygóknak a felszíne, ezért a gravitáció az jelentősen erősebb, tehát nagyobb, mint a Földön. Tehát az, hogy gondolkozó sziklák esetleg képesek kialakulni, azok nagyon szuper lehetőséget jelentenek, de azokat soha nem fogjuk tudni kimutatni. Tehát ilyen kétlábú, böfögő, pukizó lényeket ilyen tényleg földi gravitációhoz hasonló környezetbe kéne keresni. Ezeknél a leggyakoribb bolygó típusnál lehet, hogy nem is a bolygó maga, hanem a holdja, ha van, az érdekesebb az élet kialakulása szempontjából. Maga a Kepler ugye talált bolygókat a lakhatósági zónába, ugye ezt az ábrát is nagyon sokszor mutattam már, de ezek a Kepler bolygók mind sokkal nagyobbak, mint a Föld, tehát ez a szuperföld mini Neptunus kategória. Ami itt egy fontos üzenet, a felfedezéseknek a sebessége eszméletlenül fölgyorsult, alapvetően a Kepler felfedezésének köszönhetően. Ugye itt 2019 az utolsót, már 4000 exobolygót ismertünk, van itt egy február 23-ai legfrissebb adat, mai napon legfrissebbnek tekintető adat a exoplanet.eu-ról, mindjárt elérjük az 5000-et. 4979 konfirmált exobolygót ismerünk jelenleg. 25 évvel a fölfedezés, sőt most már 27 évvel az első fölfedezés után, de alapvetően tudunk néhány általános kijelentést tenni, és ezeknek mindnek van implikációja a Drake egyenletre is, meg a Földön kívüli lehetősége is. A bolygók és a bolygórendszerek rendkívül változatosak. Nem a mi naprendszerünkben a szabály. A mi naprendszerünk az úgy van, de millió másféle exobolygórendszert is ismerünk ma már. Legtöbb csillagnak van legalább egy bolygója. Tényleg, amit szoktam mondogatni, hogy a bolygókeletkezés, a csillagkeletkezés természetes kísérletessége, ez igaz. A bolygók, azok nagyon gyakori égitestek. Tehát ha emlékeztek, a Drake formulában volt először csillagkeletkezési a ráta a galaxisban, a második komponens azonnal az volt, hogy a bolygós csillagoknak az arány. Az gyakorlatilag majdnem egy. Ez egy nagyon nagy szám. Ott nem veszítünk sokat a Drake egyenletben. És a kisméretű bolygók azok sokkal gyakoribbak, mint a nagyméretűek, ami azt jelenti, hogy a földméretű bolygók igen nagy számban vannak. Volt egy ilyen becslés valamikor tavaly, hogy a tejútrendszerben a csillaga lakhatósági zónájában keringő földméretű bolygóknak a becsült száma 8 milliárd. Hát ennek egy elég vaskos hiba határa van, én azt mondom, hogy 10-es szorzó plusz-minusz, tehát valójában a valóság az valahol a 800 millió és a 80 milliárd között van valami, elég széles, tehát Azért ha arra gondolok, hogy a bankszámlámon 800 millió van, vagy 80 milliárd forint, azért 800 milliónak is örülnék, de a 80 milliárd, na, tehát érzitek azért a 10-es logaritmikus skálán plusz-minusz 1 azért az nagyon nagy bizonytalanság, és lehet ez plusz-minusz 2 is. Ettől függetlenül ki lehet azt jelenteni, hogy a földméretű bolygók azok nagyon gyakoriak. A Drake formulában lassan, de biztosan azért lehántjuk a miszticizmusnak a ködét a különböző komponensekre, legalábbis a bolygók gyakoriságával kapcsolatban mindenképpen. Az, hogy a bolygófajták annyira különbözőek, mint a naprendszerünkben, ez nehezíti az életet. Mert az, hogy vannak forró Jupiterek, forró Neptunuszok, szuperföldek, szuperneptunuszok, oké, ez jó. Érdekesség. Vannak terrestriális, tehát kőzet, földtípusú, földhöz hasonló kőzetbolygók, szuper. De vannak például vízbolygók, ezeket nem nagyon várjuk, a fene se tudja, hogy vártuk-e vagy sem, de mindenképpen meglepetés, hogy a tömeg és sugár adatokat szintiszta vízbolyókkal lehet legjobban leírni néhány exobolygó esetében. Vannak olyan bolygók, a ptonoszi bolygók, amelyeknek a sűrűsége még az ólomnál is nagyobb. Talán a koró 2V, aminek 26 g per köbcenti. Emlékeztetnék rá, hogy a ólom sűrűsége 13 g per köbcenti. 26 g per köbcenti, ez ilyen többet fémbolyó. Most ugye az élet szempontjából ez releváns, és szerintem nem, de hát hogyha még egyszer gondolkodó sziklák helyett gondolkodó fémtömböket keresünk, akkor lehet, hogy egy toloszi bolygónak a felszíne is lehet érdekes. Gázóriások, neptunuszok, barna törpék, és igen, vannak még a csillagtalan vándor bolygók, amiket valamilyen folyamatok megszabadítottak a központi csillaguktól, vagy hát kidobták a csillagközi térbe. Tehát nagyon különbözőek azok a bolygók, amelyek léteznek odakint. És itt jön be a képbe egy olyan téma, ami mondjuk azt, hogy az elmúlt 10 évben lett, és most inkább az elmúlt 5-6 évben lett nagyon érdekes, a vörös törpe csillagok. Ugye a vörös törpe csillag, amik nem tiltott önkérülni reálképek, mert az csak a simán vörös csillag. De a vörös törpe csillagok azok, amelyek a napunknál sokkal kisebb tömegűek, sokkal kisebb méretűek, 6-10 naptömeg le 7-800 naptömeg, ez M színkép típusúak, amelyek azért lehetnek érdekesek, mert az élettartamuk gigantikusan hosszú. Egy 1/10 naptömegű csillagnak a fősorozati élettartama 6000 milliárd év. A trillió az a 1000 milliárd a angol százban, tehát ez 6000 milliárd, még ez az univerzum kora 14 milliárd év. A vörös törpék rendkívül lassan használják el a hidrogénüket, rendkívül lassan fejlődnek. Az egy szívás, hogy teljes mértékben konvektív a belség, ezért mágnesesen aktívak hosszú ideig, de a kis tömegű csillagok azok meglepően stabilak. Tehát meglepően olyan értelmes stabilak, hogy bár semmi nem történik velük, akár 1000 milliárd évig sem, de 10 milliárd évig tényleg semmi nem történik velük. És ezért aztán, ha ezek körül vannak bolygók, akkor azok lehet, hogy legalább olyan szexik, mint a naptípusú bolygóknak, a naptípusú csillagoknak a földtípusú bolygói. És akkor tovább megy az ember. Vörös törpénél a lakhatósági zóna, azt mondom, a következő záról az erről szól, egy vörös törpénél a lakhatósági zóna annyival közelebb van a csillaghoz, hogy ott a keringés, tipikus év, a tipikus keringés idő a lakhatósági zónában keringő bolygónál olyan néhány nap, néhány hét. Ugye a Proxima Centaurinak van egy lakhatósági zónában keringő kőzetbolygó kísérőnek 12 nap a keringési periódusa. Tehát könnyű fölfedezni. És ha fedési a vörös törpe, fedési bolygó, egy földméretű bolygó egy vörös törpe csillagnál akkora jelet képes okozni, mint mondjuk egy Jupiter méretű bolygó egy naptípusú csillagnál. Rövid periódussal nagy, relatíve nagy csillagfedéseket okoznak a vörös törpe fedési exobolygói, nagyon jó célpontok. Azért másik kérdés, hogy tényleg lakhatók a vörös törpéknek a bolygói, de megfigyelési szempontból könnyű őket kimutatni. És akkor tovább megy az ember, a vörös törpe csillagoknak a száma nagyon nagy mértékben fölülmúlja a naptípusú csillag számát. Eleve a napunknak a közvetlen kozmikus környezetében dominálnak a vörös törpék. Ugye itt van egy ilyen, hogy egy összehasonlítás, hogy a napunk egy ilyen sárga törpe, vagy forró vörös törpe, vagy nagyon hideg vörös törpe, Ugye 400-szor van, tehát a relatív gyakoriság az így megy fölfelé, és a hossz, az élettartama 10 milliárd év, 40 milliárd év, 100 milliárd év. Tehát ilyen Proxima Centaurik simán elérdegelnek 100 milliárd évig, úgyhogy semmi nem történik körülöttük. Az, ami probléma, hogy a röntgenben ezek aktívabbak, tehát ugye ezt már mondtam az előbb is, hogy mivel teljesen konvektív a belség, ezért a mágneses terük relatív erősebb, és a vörös törpék ilyen szempontból barátságtalanabbak, mint a naptípusú csillagok, de minden más szempontból meg barátságosabbak, és akkor el kell kezdeni latolgatni, most akkor melyik az erősebb. Hogy több van, és könnyű kimutatni, vagy azt, hogy ezek eleve barátságtalan helyek, menjünk a felébe innen. Ugye eleve a Proxima Centauri is, meg néhány vöröstörpének a úgynevezett lakhatósági zónába keringő exobolygója, az itt látható egy ilyen diagram, az előbbi, az a Kepleres ábrának egy modernebb változata, a központi csillag, a felszínű hőmérsékleten, a vízszintes tengelyén a bolygónak a csillag általi besugárzottsága, itt van a 100%, itt van a 150%, itt van az 50%, itt a Föld, amit kap a pofájában naptól. Ugye itt van a Vénusz, az túl forró. A Mars, az benne van a konzervatív lakhatósági zónában, de definiáltunk egy optimista lakhatósági zónát, hogyha eléggé fölvértezünk egy exobolygót, például erős mágneses térre, akkor ki lehet azt tágítani, ezt a lakhatósági zónát. Lehet látni azt, hogy például a konzervatív, tehát mondjuk így nagyon klasszikusan vett lakhatósági zónában, ott van a Proxima Centauri, a Trappist-1F2, vannak ilyen különböző vörös törpék, meg Kepler bolygók, Kepler 62F az még egy sci-fi regényben is szereplő, tehát mármint a maga a bolygó. Tehát a lényeg az, hogy azért vannak, ismerünk már olyan exobolygókat, amik tényleg a legklasszikusabb értelemben vett lakhatósági zónába tartoznak. Egyébként holnap lesz éppen az ISSI-ben csütörtökön lesz egy előadása, Berni ISSI által egy publikus Zoom linken pontosan a lakhatósági zónáról. Én ennek nem vagyok a szakértő, tehát maga ezt a szót, hogy lakhatósági zóna, tudom, például Almár Iván nagyon utálja, ezt le is írta többször különböző könyveiben, hogy mi ez a marhaság, de a csillagászok ettől függetlenül használják, mert valahogy mégiscsak neveznünk kell azt a területet, ahol elképzelhető folyék vagy víz egy bolygó felszínén. Most mindig elmondhatjuk, hogy az a terület, ahol lehet, vagy az a távolság szakasz, vagy intervallumban, amit bele elképzelhető, vagy mondjuk azt, hogy lakhatósági zóna. Tehát ezért ennek vannak praktikus oka is, hogy ilyen rövid nevet használunk. Ez egy másik kérdés, hogy a tudósok felelőssége igen nagy. Hogy amikor a sajtó ezt hallgatja, vagy a köznép, a nagy populáció ezt hallgatja, akkor ne értse félre. Nem azt mondjuk, hogy a lakhatósági zóna az lakható mindenáron. Ugye ebből a témában, ezen a területen egyértelműen a Proxima Centauri a legizgalmasabb célpont. Itt egy kép, ami nem látszik semmi, de ha egy fotót odarakom, akkor egyből felismerjük, hogy a délkeresztje, maga a Centaurus, Alpha Centauri, Beta Centauri, visszamegyek, maga a Proxima Centauri, az a Alpha Centauri, de 3 fokra van az égen, tehát ez elég messze van. Tehát a Proxima az tényleg kicsit közelebb van, és térben azért odébb van, mint az Alpha Centauri, de ugye 3-as rendszert alkot az Alpha Centauri A-val és B-vel. Ugye körülötte az élet a Proxima Centauri B, vagy Proxima B jelzésű bolygónál nagyon komoly vizsgálatokat indukált már most is. Ugye azt mondja ez az infografika, hogy mi kell az élet, mi kell a lakhatósághoz. Kell víz, kell légkör, kell hőmérséklet. Tehát nem elég csak azt mondani, hogy van víz. Nem elég csak azt mondani, hogy elég meleg van ott, tehát akkor az lakható. Ez a 3 mindegyike kell. A légkör is, a víz is, meg a hőmérséklet is. Ugye kell energia valahonnan kívülről, kell folyadék alakú víz, mert a biokémiai folyamat, ez a DNS eredmény, bármi más genetikai kódolás, az biokémiai reakciókat igényel, a biokémiai reakciók a vizes, oldószeres környezetben a leghatékonyabban működnek, tehát ezt várjuk a természetbe. És hát igen, valahogy fel kell, hogy épüljenek az életnek az építő kövei. És ekkor beszéltünk esetleg ezekről, nem tudom milyen egy sejtő élőlényekről. Tehát azért ez egy komplex kérdés. És a Proxima Centaurinál ugye tudjuk azt, hogy a csillag erősen aktív mágnesesen flerezik. Na most, ha elképzelem azt, hogy kint napozok a görög tengerparton, és időnként pár perccel a napnak a besugárzása 40%-kal megnő. Én annak nem nagyon örülnék. Arra még a 100-as napvédő faktor sem lenne elég. De itt jön be a képbe az, amivel például a Csillagászati Intézet Boldog Ádám foglalkozik a doktori értekezéséhez, hogy a bolygók mágneses tere az védheti a bolygót. És igenis, Ha elég jó mágneses teret képzelünk oda egy exobolygóra, akkor még egy vörös törpénél is fönn lehet tartani az életet. Tehát nem egyértelmű, hogy csak azért, mert aktív egy vörös törpe csillag, ezért az irreleváns a földön kívül élet szempontjából. Nem. Mivel annyira sokan vannak elképzelt olyan paraméter kombináció, a bolygók vagy bolygók egy része az olyan mágneses térrel bírjon, hogy megvédje a felszínt és az életet. Maga a Proxima B az tényleg egy hangya fülnyivel nagyobb, mint a mi földünk, és ha valaki látta a Ne Nézz Fel című filmet, ami a tavalyi évnek egy nagy sikere, vagy nagy visszhangot kiváltó filmipari terméke, ugye a Netflixen, ugye nem hangzik el a film végén, de szerintem a Proximára mentek. Tehát ugye 24 000 év alatt érkeztek meg, most bocsánat, aki még nem látta a filmet, és lelőttem a poént, de a lényeg az, hogy ugye a Proxima B az, ami ezen a területen most a megvalósult science fiction reprezentálja. Hiszen már Yuri Milner és Stephen Hawking is 2015-ben arról beszélt, hogy csillagközi szondát kell küldeni, és hova küldjük? A Proximához. És már ott a fantázia videóban, amit a YouTube mindig kitélt a videóimból, mert a copyrightos az a kis videóklipecske, amit beszoktam rakni az előadásaimba, és azt mutatja, hogy az Instagram kompatibilis fehér keretes négyzet alakú fotót a Proxima B-ről készíti a Yuri Milnerék fénynyomás által fölgyorsított kis nanoszondája. Ténylegesen, ha az emberiség túléli a közeljövő és távolabbi jövőnek a konfliktusait, meg a klímaváltozás általi kívásokat, ha lesz csillagközi szonda, akkor az a Proximához lesz egyértelmű. Nem csak azért, mert legközelebb van, hanem mert van is lakhatósági zónában keringő bolygója. Ugye ennek mondjuk, hogy milyen csillagászok, milyen megfigyelési jelekből következtetnek ennek a létezésére, nem fedési sajnos, de 11,18 napos periódussal szép periódikus sebességjelet generál a Proxima Centaurinak a mozgása. Tehát van egy ilyen Doppler-effektusos reflex mozgása a központi csillagnak. Egy érdekes kép, amit majd szerintem nézzen meg mindenki a YouTube verzióba, ez az égbolt a Proximáról. Tehát, hogyha én lennék űrhajós, csillagközi űrhajós, akkor itt lehet látni, hogy a Proximáról, a Proxima B-ről itt a napunk, az olyan fényes lenne, mint a Kapella nem olyan fényes, mint a Kapella, de mondjuk az Aldebarán. Tehát ugye 4 fényévrű mínusz magnitúdós, ugye 32 fényévrű lenne 4,5 magnitúdós. A 10-től közelebb van, tehát a 0 magnitúdó környékén lehet a látszó fényessége. A Cassiopéia az kellően messze van, hogy még a Proximáról is egy dupla V-t rajzoljon ki. Ami érdekes, hogy itt ugye a Kapella meg az Auriga ötszög az itt van, a Perseus az itt van, de például a Sirius és a Betelgeuse, azok ott vannak egymás mellett az égen. És hát ott van, még ezen a képen nem látszik, a nem tudom hány 10 000 csillagászati egységre levő Alpha Centauri A és B, -5 és -6 magnitúdós kettős. Ami azt hiszem, hogy talán olyan szabad szemmel éppen fölbontható, de évperces szögtávolsággal látszik onnan a Proximáról. Tehát a Proxima ege sokkal izgibb. Maradjunk annyiba, mert van egy -5 magnitúdós kettős csillag az égen, tehát mintha lenne 2 Vénusz egymás mellett. Mit tudom, képzeljük már el egy picikét. Tehát a földön kívül életnél holnap mutattam az űrhajósokat, de jó lenne ide is űrhajósként elmenni, főleg az még egyszer itt ugye a Sirius, Betelgeuse egymás, mert ott az Aldebarán kicsit odébb löttyen a Hiádokhoz képest, meg a Prókion is valahogy odébb löttyen bele az ikrekbe. Tehát ilyen nagyon kicsit hülyén néz ki az ég. Érdekes lenne, maradjunk egy érdekes lenne. Ugye a Proximát azt szokták vizsgálni, rádiócsillagászok is, ugye Radio Technosignature Search towards Proxima Centauri resulting in a signal of interest. Nem azt mondják, hogy felfedezték a technoszignatúrákat, hanem egy signal of interestet találtak, tehát füleltek rádiócsillagászok a Proximára, ha már van ottan egy lakhatósági zónába keringő bolygó, találtak is egy jelet, amit aztán megvizsgáltak, és kiderült, hogy egy interferencia földi források által, tehát egy signal of interestnek tűnt, de földi interferenciának bizonyult. Csak mutatom azt, hogy ez a téma, a SETI, meg az aktív SETI, az azért ezekkel a felfedezésekkel, a vörös törpék körüli lakhatósági zónában keringő exobolygókkal azért új hullámot kap. Tehát egyfajta reneszánsz azért van a klasszikus szetinek is. Meg én azt gondolom, hogy egyébként a optikai szetire, amit bele akartam tenni ebbe az előadásba, de azt mondtam, hogy nem akarok 9-ig itt beszélni, ott is azért vannak érdekes fejlemények. Nem feltétlen csak a rádiócsillagászati SETI lehet sikeres. És akkor itt van egy ilyen, itt a Parkes rádióteleskoppal figyelték, a rádiótávcsal figyelték, Analysis of BLC-1, which we ultimately attribute to being an unusual but locally generated form of interference, blah, blah, blah. Nevertheless, our observations of Proxima Centauri are the most sensitive search for radio technosignatures ever undertaken on the star target. A Proximára a minden idők eddig legérzékenyebb technológiai civilizáció jelzés kis keresést folytatta végre. Ez most jelent meg valamikor tavaly őszre ez a cikk az Archive Preprint Serveren. Tehát ezeket így tényleg van, aki komolyan veszi, és én ezt szerintem ez egy előremutató dolog, mert igenis haladunk előre. Fedezzük fel a dolgokat, és a Drake egyenletben próbáljuk ostromolni a különböző komponenseket, és aztán jutunk oda, ahova. A másik rendszer, ami ebben a kérdéskörben, a vöröstörp exobolygó kérdéskörben különösen érdekes, az a TRAPPIST-1, ami az Aquarius csillagképben látható, gyakorlatilag rajta van az ekliptikán. Ugye ezt a belga vezetésű TRAPPIST csapat fedezte fel 2017-ben egy 80 cm-es robottávcsővel. Maga a csillag egy vöröstörpe 39 fényévre tőlünk, 18 magnitud optikai tartományban, tehát senki ne kapja elő a binokulárát, hogy rohanjon ki megnézni majd, amikor újra látszik az Aquarius csillagkép, ugye ez most már az esti égen szerintem már persze már rég eltudott francba. Ugye ez az, aminél a földi mérések is már képesek voltak kimutatni ilyen nagyon bonyolult fedéseket, és aztán a Spitzer űrteleszkóppal 2017-ben sikerült rendet rakni a kuplerájba, amikor is kiderült, hogy 7 bolygó kering, mindegyik fedésiként a TRAPPIST-1 csillaga körül. És még volt olyan fedés is 2015. decemberében, amikor ilyen tehén tőgy alakú fénygörbe rajta, lehetne ott fejni a tejet lefelé. Minek köszönhetően? Annak köszönhetően, alul van a Móriczka ábra, hogy a csillag korongja előtt 3 bolygó is bekerült. A tehén tőgynek a csúcsán éppen 3 bolygó is kitakarja a csillag korongjának egy kis részét. Aztán kivonult az egyik, kivonult a másik, kivonult a harmadik, és lépcsőzetesen visszanyerte a csillag a fényességét. 7 bolygó, egy olyan vörös törpe körül, aminek a becsült tömege még az 1/10 naptömeget sem éri el. És mindegyik bolygónak vannak ilyen szép fedései, 1,5, 2,1, 4, 6, 9, 12, 11, ugye 4, 6, 9, 12, az ember érzi ezek ilyen rezonanciák, és egyébként tényleg ilyen rezonanciák van, Laplace rezonanciában van a 7 bolygó közül legalább 5, tehát a keringési periódusok aránya kis egész számokkal jellemezhető, tehát egymás szépen belökték egy égimechanikai stabil konfigurációba, ami miatt ez az egész érdekes, hogy rendkívül kompakt, ugye a csillagnak a luminozitása, mi napunk luminozitásának az 1 milliómod része. Tehát ha mi napunk egy hatalmas tábortűz, amivel ráktanyán tüzeltük be a meteoros észrelapokat, akkor a TRAPPIST egy csillaga az egy darab pici-pici kis parányi zsarátnok, egy icipici parás darabka hajnalban, amikor már elfújta a szél, meg lepisírtük a teljes meteor észlelapokból rakott mágiarakást. Tehát egy nagyon picike kis luminozitású valami, és akkor lehet látni, hogy a Merkur, Vénusz, Föld, Mars mellett ott bent az egész TRAPPIST egy elférne. És ha kinagyítunk rá, akkor a BCDEFGH, ugye 7 darab bolygóból 3, az EEFG, azok mind a TRAPPIST-i lakhatósági zónájába keringenek. És ami nekem különösen izgalmas és érdekes teszi ezt az egészet, itt méretarányosak a gömböcök, ezek mind földméretű bolygók, nagyjából, egy ilyen 10-20%-on belül. Hogy a büdös francba keletkezett egy ilyen kis tömegű csillag körül ekkora bolygókból egy rendszer? Tehát ugye az ember azért érti, hogy valamit úgy nem értünk a bolygó keletkezés kapcsán. Minden esetre a TRAPPIST-1 az egyik fő célpontja a James Webbnek is. Az egyik kimondottan első célpontjai között lesz majd a TRAPPIST-1. Itt néhány összehasonlítás a naprendszerrel, 1/10 naptömeg, nagyjából 1/10 napsugár, vagy még annyi se, vagy hát körülbelül annyi a naphoz képest a TRAPPIST-1, valójában nagyjából akkora, mint a Jupiter. csak éppen kicsit nagyobb a tömege, tehát kicsit nagyobb, mint 10-szer nagyobb a tömege, tehát a barna törpéktől is kicsit nagyobb, melegebb, tehát egy nagyon késői típusú vörös törpe, a Jupiter 140 000 km átmérőjének 163 000 km átmérőjű. A Jupiternek van a 4 Galilei holdja, Io, Európa, Ganymedes, Callisto, TRAPPIST-1-nek van legalább 7 darab fedési exabolygója, és ezek így viszonyulnak a Merkurtól a Marsig a mi naprendszerünkbe. Tehát egy nagyon más rendszer, ami egy érdekes kombináció a Jupiternek és a Napnak. Magába ez egy sok érdekességet valószínűleg eláruló dolog. Itt vannak ilyen pályaméretek, pályaösszehasonlítások, a Jupiter és körülötte a Galilei holdak, itt a napra, és ott belül ezek a fehérek, a pirosak, azok ugye a TRAPPIST-1-nek a bolygói, és ami miatt ezt a rendszert most itt előveszem, az egy hamuszórás a fejemre. Ugye van ez a klasszikus történet, amikor a Francia Tudományos Akadémia egyik tagja azt nyilatkozta 1800 mit tudom én hányba, hogy már pedig a levegőnél nehezebb test soha az életben nem fog repülni. Szintén a Francia Tudományos Akadémia másik tagjához szokták társítani azt, hogy sok mindent megtudhatunk a csillagok világáról, de azt, hogy miből vannak a csillagok, az soha az életben nem fog megtudni. Hát aztán jött Bunsen és Kirchhoff, és akkor a csillagászati spektroszkópia megszületett, és aztán már mindent tudtunk, és aztán jöttek a Wright testvérek, és aztán jöttek a levegőnél nehezebb tárgyak, úgy hívják őket, hogy repülőgépek. Tehát én nem akarom, tehát hogy mondjam, legalább 2 akadémikus, a Francia Tudományos Akadémia tagja között a 19. században lejáratta az akadémikusságot. Én most szeretnék egyfajta kanossza járásként őszintén és szakmai mesztelenségemet föltárva hamut szórni a fejemre a TRAPPIST-1 inspirációja által. Dobos Vera, ő PhD hallgató volt pár évvel ezelőtt, most kint dolgozik Hollandiába. Pár évvel ezelőtt Ákossal, Keresztúri Ákossal, Pál Andrással írtunk egy cikket arról, hogy az exoholdak albedo becslése, és hogy miért érdekes ez, tehát hogy exoholdak fényviszerű képességének becslése, miért fontos ez a miért foglalkozunk az M, tehát vörös törpe csillagokkal. És a Vera, aki egy elméleti szakember, nagyon ügyesen tud kiszámolni dolgokat, hát mindenféle modelleket számolt ilyen fedési exobolygókra, amiknek van holdja, és akkor ilyen fénygörbe torzulásokat modellezett, amit az exobolygónak az exoholdja okozott. És akkor ilyen ábrákat készített, hogy mekkora bolygó, ez talán azt hiszem, hogy ez a bolygónak a mérete, vagy lehet, hogy a holdnak a mérete igazából ez a föld, tehát egy olyan hold, ami eleve 2 földsugár méretű, és akkor a vízszintes tengén a tanulmányozott vörös törpe tömegek 800 naptömeg, 700 naptömeg, 1500 naptömegig terjedtek, és akkor lehet látni azt, hogy bizony, még a Keops, Plátó, HST, Keplerrel is csak a jobb felső sarokban az érzékenység. Tehát ezeket itt kimutatni lehetetlen. Annyira messze vannak a más ábrákon, ha már kicsit megnyomjuk a műszereket, mondjuk a James Webb-bel, meg a 39 méteres európai extrém nagy távcsővel már megközelíthetjük azt az érzékenységet, ahol már egy hold okkultációs fedés mélysége 10 és 100 ppm közötti, millióban részli közös tartományban, ez hát már elérhető, megközelíthető. Még mindig messze vagyunk, de már megközelíthető. És nagyon világosan emlékszem, hogy a Vera jött hozzám először ezzel az ábrával, ránéztem a vízszintes tengelyre, 700 naptömeg, 800 naptömeg. Hát Vera, mi ez a hülyeség? Ilyen bolygók hát nincsenek is. Ez volt 2015-ben. Akkor a fejemben az M törpe, a vörös törpe, az a 1-2-3 naptömegnyi objektum volt. 2017-ben jött a TRAPPIST-1, ami itt van. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy Vera, ez hülyeség, mert ilyen bolygók nincsenek is, pontosan azt a francia akadémikusi szerepet játszottam el magyar akadémikusként, mint aki azt mondta, hogy a levegőnél nehezebb tárgyak nem fognak soha repülni, ilyen bolygók már pedig nincsenek. A természet megmutatta azt nekünk, hogy de, kedves akadémikus úr, vannak ilyen csillagoknak exobolygói, egész érdekesek, és ha megnézzük egy ilyen elosztást, egy tavaly novemberi állapot, hogy a központi csillagnak a tömege 1 naptömeg, ez a csomó bolygó, a TRAPPIST-1-nek a rendszere. Tehát a természet az mindig ad az embernek egy pofont, ha kellen arrogánssá válik, hogy márpedig ez vagy az nincs. De van, megmutatom nekem csak azért is. Tehát ez a vörös törpéknek a lakhatósága, meg egyáltalán, hogy van-e, meg hogy lakható-e, meg hogy akkor az aktivitás az most kinyírja az életet, vagy sem, a legőszintébb választ akkor adjuk, amikor azt mondjuk, hogy nem tudjuk. Ezt vizsgálni kell tovább, mert gyakorlatilag egy rendszer fölfedezése, a trappisztény fölfedezése, amit ugye én szoktam vérvöröske és a hét törpének is hívni, hiszen vérvörös színű a központi csillag, és hét törpe bolygója van. És erre van énekőn is hozzá, de most nem teszem be egy hófehérkés dal se. Tehát a vérvöröske és a hét törpe önmagába egy csomó begyöpösödött gondolatot, ami a fejünkben, az én fejemben is benne volt 2016-ban, azonnal annullált, kinullázott. A hülyeség. Tessék, az akadémikus úr, tessék hamut szórni a fejére, mert igenis vannak ilyenek szobor. Ugye maga a James Webb, amikor mielőtt föllőtték tavaly decemberben, egyértelműen az infravörös képességei arra lettek optimalizálva, hogy a közeli csillagok exobolygóinak a légköri spektrumát lehessen mérni, illetve a távoli univerzumban éppen kialakuló galaxisokat, csillagokat, nagy tömegű csillagrobbanásokat lehessen kutatni. A Science magazinban tavaly decemberben jelent meg egy nagyon részletes cikk arról, hogy a James Webb majd miket fog vizsgálni, és igen, az ábra 40 fényévre tőlünk a Trappist-1-nek 7 ismert bolygója van, mindegyik földméretű, a James Webb űrteleszkóp ezen bolygók légkörének az összetételét fogja vizsgálni. Tehát a Trappist-1, hát ugye most megy a mérnöki fázis a James Webbnek, ugye már lehetett látni a social médiában, ilyen NASA honlapokon, meg Twitter fiókokon, hogy már össze tudták rakni a tükröknek a képét egy darab csillaggá. A Trappist-1-nek a láthatósági időszaka az ősszel van, az akváriusban. Tehát én azt gondolom, hogy 2022 őszén a Trappist-1-et meg fogják vizsgálni, és hát ez a csodaszép $10 milliárd játékszer, ami most már szépen ott kering az L2 pont körül, tőlünk 1,5 millió kilométerre, ténylegesen ilyen vizsgálatokat fog megnézni. 0,6 mikrontól 12 mikronig ilyen színképeket fogunk keresni, vagy hát fognak azok keresni, akik erre nyertek műszerűrőt a James Webbre, hogy legalább nézni, milyen molekulák vannak, oxigén, ózon, kétatomos oxigén, víz, széndioxid, metán, víz, nitrogén, szuboxid, ez ugye a kégáz, vagy nevetőgáz, amikor szül a nő, akkor ezt szívja, és akkor nem fáj neki, mielőtt még a epidurális beadnánk a gerincébe. Szóval lényeg az, és akkor megint ott egy ózon. Tehát ilyen molekuláknak a kimutatására lesz képes a James Webb, és a Trappist-1 az egyik fő célpont, mert sok bolygó van, nyilván tudnék ő pontosan mikor melyik bolygó van a csillagkorong előtt, de az átszűrődő fény a bolygó légkörén, ha van légköre a bolygónak, az elárulja, hogy vannak ilyen molekulák, a bolygókon. És igenis a földi légkörrel való összehasonlításból tudjuk azt, hogy mi az, amit bioszféra állít elő, és akkor a molekula arányok lesznek azok, amelyek elárulhatják, hogy van ott egy bioszféra. És akkor már megint visszatolok az régformulában, volt ott egy olyan ökoszisztémát kreálni képes bolygók aránya. Ha már egyet találunk, akkor az összes ismertből egy, az 1 per összes ismertnek a száma, az már egy arány. Az már azonnal egy szám, ami nullától különböző, és életben tartja a Drake formulában az n egyenlő szorzatot, mert akkor nem nulla az ökoszisztémát fejleszteni képes bolygóknak a számát, az arányát. Ezért fontos ez az egész. A Trappist-1-nek az érdekesség, hogy a popkultúrába is bevonult már. Nekem egyik kedvenc sci-fi író Peter F. Hamilton, a jelenkor brit sci-fi irodalmának egyik nagyon termékeny szerzője, aki az űropera, a space opera műfajnak a jeles képviselője. A 2019-es Salvation, azt egy Salvation trilógiában jelent meg például egy idézet, even with 4 of Trappist-1's exoplanet terraformed by the Chinese state. Tehát ebben a regényben a Trappist-1 lakható bolygóját terraformálta a kínai állam, mert oda exportálta a kínai lakosokat. Tehát a TRAPPIST-1, meg a Proxima Centauri, az egész témakör, ez már a popkultúrába is beszivárgott. És mi az, ha nem ez, ami mutatja azt, hogy amit mi csinálunk, amit mi kutatunk, tényleg érdekli a nagy közönséget, tényleg érdekli a populációt, és ha éppen nem a saját kis háborúkkal foglalkoznak, akkor akár a döntéshozókat is érdeklik ezek a témák. Mert ezek tényleg egy picikét fölnézünk a csillagok felé, és nem csak a saját köldökünket nézegetjük. És hát nyilván ilyen előadást nem lehet mással bezárni, mint egy TRAPPIST, egy fantázia képről. A Proxima Centauriról látszó éggel is fejezhettem volna, de ez szebb és világosabb. Nem tudjuk, hogy ilyen bármelyik bolygó is a TRAPPIST-1 rendszerébe, de azt gondolom, hogy egy 2-3 éven belül már tudni fogjuk. És azért, a fene egyenek, azért ez lelkesítő gondolat. Köszönöm szépen a figyelmet itt, és most befejezném az előadást. Rá fogok nézni majd a Facebookos nézők kedvére, a komment folyamban van-e bármiféle kérdés, de nem ígérek most válaszokat kérdésekre, mert annyit beszéltem már, 77 percet, ennyi az én hangomból bőven elég, főleg, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy ma már ez a harmadik előadásom, amit tartok. Köszönöm szépen a figyelmet. Azt gondolom, hogy még ne zárjuk le a dolgot, most leülök a gép elé, erre a prezentációra úgy sincs már szükség, és akkor megnézzük, hogy a közvetítésnél van-e bármi? Hol van mindenki? Hát mit tudom én? Hol van itt a komment folyam? Bárki lát itt bármit? Én itt most éppen nem látok. Egyébként volt. Voltak? Volt, biztos, hogy volt. Megpróbálom megtalálni. Itt most látjátok a kiosztat. Ez elvileg ugyanúgy megy ki fel, ugye összes titkomat most látjátok. Léci, privát emberek, most ne írjatok rám cseteket, hogy lebukjak. Azt én tudom, hogy van, csak hogy most ne írjon rám senki, hogy Laci, úgy várlak már. Azt mondja, hogy Kulin György Csillagászati Szabadegyetem, most hogyha erre ráklikkentek, 1700 elért ember, most még 137 néző, hol vannak a hozzászólások? Miért nem látom a hozzászólásokat? Nem látom a hozzászólásokat, pedig kéne, hogy lássam a hozzászólásokat, ugye egy nagy egyest adok magamnak, megpróbálom önmagamként megnézni ezt a dolgot, nem MCL-ként. Kedves Facebookos nézők, tartsatok még ki, még nem adom fel, még nem tudom, mit tettél. 38 hozzászólás, ott van. A picsa, már bocsánat. A szénalapot nem vitatom, én se vitatom. Kérdezték, hol az Isten van a többi hozzászólás, hogy kell ezt itt megnézni? Miért nincs itt a több, miért csak ez a 4? Köszönjük, Laci, hihetetlenül élveztem, Borbély Imre, Kósa Kis Attila, hogy lehet itt megnézni a többit? Miért nem mutatja a többit? Egy nagy egyest adok a Facebooknak, nem adom föl, hogy mindig szia, menjen nyugodtan, szia. Nem adom föl még, hogy megpróbálom előhozni ezeket a hülyeségeket, de ha nem sikerül 2 percemből, akkor elköszönünk az online nézőktől, nem kell a titkaimat látni. Azt mondja, hogy Facebook, az nem, angol órára jöttem, meg kell tanulnom még néhány segédigét. Facebook. Mi? Facebook. Azt nem. Angol órára jöttem, majd a vizsgák után. Máshogy felelek talán. Nem engedi megmutatni. Lehet, hogy azért nem engedi megmutatni, mert én közvetítek. Meg tudod nézni? Élmény, nagyon élveztem. Hát, kedves Facebookosok, azt kell, hogy mondjam, hogy nem mutatja meg nekem, láthatjátok, nem mutatja meg nekem a többi hozzászólást, és ezért aztán adok egy nagy egyest mindenkinek. Jó, igen, azt nem akartam megmutatni. Kedves nézők, itt és most azt mondom, hogy legyen ennyi elég belőlem, tényleg megpróbáltam az előadást kérdéseire válaszolni, most erre nem volt lehetőség. Az élő csillagászat indul március 23-án, majd akkor lehet megint föltenni ugyanezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és én azt gondolom, hogy hol van a Zoom ablakom? Pedig megy még egyáltalán? Tehát, hogy már megszűnt a közvetítés. Ti látjátok még, hogy ott vagyok-e? Tehát, hogy megszűnt, mert nem látom a Zoomot sem sehol. Én itt látom magamat, de szerintem a Zoom az meghalt. Vagy azt mondja, hogy ezek. Ott van, itt vagy te még. Na tehát akkor kedves nézők, bekapcsolom a videót, és akkor el tudok búcsúzni rendesen. Kedves nézőim, megpróbáltam küzdeni a kommentárokkal, nem sikerült, itt a közönség a Polarisban nagy türelemmel látta a kínlódásomat, de szerintem zárjuk le. Élő csillagászat március 23-án szerdán kezdődik, addig pedig tessék belépni a Magyar Csillagászati Egyesületbe. Mindenkinek szép jó estét, jó éjszakát kívánok, egészséget, békés, boldog napokat. Meglátjuk, hogy hogyan lesz folytatás a jövőbe. Sziasztok! Vége. Stop share, és leállítom a fölvételt, és akkor azt mondjuk, hogy